A konferenciát a kőszegi IASC és az Osztrák Kulturális Fórum közösen szervezte. A szimpózium célja az volt, hogy osztrák és magyar történészek mutassák be a kutatásaik újabb eredményeit a témában. Sok a feltáratlan tény a határ két oldalán a holokauszttal, a hozzávezető úttal kapcsolatban, mondta el az esemény jelentőségéről Szántóné Balázs Edit történész, az IASC kutatója. A társrendező részéről Renate Zajb, kulturális tanácsos, igazgatóhelyettes üdvözölte a megjelenteket. Básti Béla Kőszeg polgármestere beszédében úgy fogalmazott, megrendüléssel és egyben büszkeséggel köszönti a konferenciát. Erkölcsi kötelességünk, hogy a 80. évfordulón nagy odafigyeléssel emlékezzünk a borzalomról, és nagy dolog, hogy az április 3-án megnyílt holokausz 80 emlékév eseményei közül az elsők között van a kőszegi tanácskozás, mondta. A konferencia bevezető előadásait a téma két elismert történészkutatója, Ursula Mindler Steiner és Szita Szabolcs tartotta. Ursula Mindler Steiner az Oberwart felsőőri zsidók sorsáról, Szita Szabolcs az osztrák-magyar határ magyar oldalán 1944-45-ben felállított halálerődről beszélt a hallgatóságnak. Én a tanárképzőt oktattam sokáig Pécsett, és mindig igyekeztem erről beszélni. Aztán egy idő után tényleg fordult a dolog, mert megjelentek például az Orvostudományi Egyetemtől, hogy itt olyan érdekes dolgokat lehet hallani. Tehát azért elkezdett a mag erjedni, vagy fejlődni, tehát kellene sokkal többet tenni olyképpen, hogy fölkészíteni a tanárokat, szakanyagot adni hozzá, ugye? És a harmadik pedig minél több helyszínt megmutatni. Nagyon érdekes, hogy teljesen véletlenül rábukkantam olyan újságcikkekre 1938-ból, amikor is Sopronban például fogadták azokat a zsidó csoportokat, akiket itt motorkerékpáros SS üzött át. De úgy, hogy odajöttek a házhoz, és ki, és neki a fertőnek, vagy neki az erdőnek, stb. Tehát amikor a borzalmat találkozott, és akkor nagyon érdekes volt az újságoknak is a magatartása, mert teljes együttérzéssel. Együttérzéses gyűjtöttek nekik, mert nem volt semmiük, és ez Pozsonytól úgy majdnem itt ez a térségig jellemző volt. Aztán utána elkezdték ezt már rendszerűen valószínű, hogy a német nyomásra, hogy aztán ezt le kell állítani, ezeket Budapestre vitték internálni, de az első hullámban, nagyon fontos, az első hullámban nagy segítőkészség volt, és együttérzés. Bár itt nem az volt, de már középiskolánál is megfigyeltem még az egyetemnél is, hogy óvatosan. Szóval meg azt érzékeltetni, hogy az emberrel történt. Te is ember vagy, én is ember vagyok. Ezen az alapon megfogni. És akkor lehet együttérzést is, és érdeklődést, aztán könyvet adni a kezébe. És így tovább megismétlem még egyszer, hogy vannak itt helyszínek, mindenütt vannak a helyszínek, de itt ki kell venni, itt az út mellett, tudja maga? Itt az út, mert ha jövünk lövő felől, ott vannak azok a mély árkok, meg kell nézni. Azt, amit ástak ilyen ők, annak idején fagyba, hóba, és még mellé ütötték, verték őket. El lehet oda vinni, be lehet állítani az árukba, hogy fogd föl, édesfiam, hogy mi történt. A tanácskozáson mások mellett Baumgartner Gerhard, burgellandi magyar történész a dél-burgellandi zsidók sorsát mutatta be az 1938-as Anschluss után. Az előadásokon ezen kívül szó esett arról, hogyan írt a korabeli magyar sajtó a zsidókról, és arról is mi a szerepe az orál historinak a múlt feltárásában. Hallhatott a közönség a Strasshofi rabszolgapiac, valamint a határtérségben működő kényszermunkatáborok történetéről, és arról a bécsi komitéről is, amely a háború után feltárta és gondozta a koncentrációs táborok tömegsírjait. Magyarországon április 15-én tartják a holokauszt emléknapját. Ehhez is kapcsolódott a konferencia. A Soha 80. emlékévében az IASC együttműködést tervez a Budapesti Osztrák Kulturális Fórummal, és a holokauszt tanulmányok Pécsi Wiesenthal Intézetével.